Ebben a videóban áttekintjük az utóbbi hónapok politikai híreit, eseményeit. 2021. februárja van, tehát az év elején járunk, és már is túl sok minden borzolta az idegeinket. Az utóbbi idők talán legfontosabb történése, szenzációja a Szájer ügy volt. Van ez a Szájer József nevezetű pali, ez a Fidesznek az európai parlamenti képviselője, de brüsszeli rendőrség egy 25 fős szexpartin ütött rajta egy belvárosi épület első emeletén. A főleg férfiakból álló csoportot a kijárási korlátozások megszegése miatt bírságolták meg. Túl sokan voltak az orgián, bazd meg. Megszegték a gyülekezési tilalmat. Brutális fertő ez a Brüsszel, komolyan mondom, elképesztő. Egy botlásomat 30 éves kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék. A botlás személyes, azért csak magam tartozom felelősséggel, kérem ne terjessze azt ki senki se a hazámra, se a politikai közösségemre. Ebbe van némi átrágni való. Először is azt mondja, kérem őket, hogy botlásomat 30 év kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék. Botlás, ha? Tehát így megbotlott emberünk, és így belebotlott egy kötek faszba. Bum! 25 fős meleg orgia. Szóval azt akarom mondani, hogy ha a lelkeden egy akkora méretű lyukat látunk, amit csak egy ekkora méretű orgia tud kielégíteni, akkor azt a lyukat már tágították egy ideje. És nem is ez az első eset, mint ahogy tudjuk, hogy fideszes képviselő drogozik, miközben ugyanezért a nem politikai hatalommal rendelkező polgárokat pedig sorra csukják börtönbe. Szóval, már ez is egy probléma. Én abszolút benne vagyok, drogozz amennyit csak akarsz. Csak egy olyan kormányról beszélünk, amely még csak dekriminalizálni is a hajlandó, viszont ugyanúgy él vele, mert a tagjai tisztában vannak vele, hogy a törvény fölött állnak. Szóval, ez gáz. Ebben a helyzetben ez a probléma. Nem az, hogy a csávó buzi orgiára ment, hanem buzi orgiára ment úgy, hogy közben ilyen keresztény szent fazék az összes. Tehát, ugye itt a probléma. És akkor van pofája azt mondani a nyilatkozatában, hogy ő tartozik érte felelősséggel, ne terjessze ki senki a politikai közösségére. Elnézést, de úgy tudom, hogy a képviselő szó az azt jelenti, hogy így képviselsz valamit, tehát így értékeket, meg egy politikai ideológiát, meg ilyeneket te képviselsz, és azt a viselkedéseddel közvetíted, ugye? Szóval azt hiszem, hogy a foglalkozásodból eredendően kibaszottul nehéz lesz ezt nem kiterjeszteni a politikai közösségedre. Az a kibaszott munkád, hogy azt képviseled és közvetíted, amit a pártod. Már ugye nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz lófasz nem képvisel, de hát ugye éppen itt van a kutya állásva, nem? Például ilyen alkalmakkor mutatkozik ez meg a legjobban. Egyetlen dolog, amiért felelősséget vállal, azt mondja, sajnálom, hogy megsértettem a gyülekezésre való szabályokat, ez felelőtlenség volt részemről, az azért járó szankciókat vállalom. Csoda, bátor polgár, rajstra, vállalja ezt az egy kis dolgot, hogy ez hát tényleg ez... Hát ez tényleg nem kellett volna. Hát ez kurva jó, gyerekek. Én imádom. Nagyon jó. Aki ezután még mindig azt hiszi, hogy a Fidesznek az egész keresztény dumája, az komoly, az át van baszva egyszerűen, de tényleg. Tehát így rendre kiderülnek az ilyen szarok, és akkor mindig így elhizzék, hogy ó, az csak egy ilyen csávó, egyszer történt meg, de folyamatosan derülnek ki ezek az ügyek. Srácok, egy idő után el kéne ismerni, hogy ez nem csak egy-egy fickó, hanem a norma. A norma. Nagyon köszönjük a kollégának, hogy nem röstelte elkészíteni ezt a videót. De miről van szó még? Hiába, Magyarország kormánya nem bír hibázni. Lássuk Pottyondi Edinát. Az idősek tanácsa javaslatára. Ülést tartott a idősügyi tanács. Az idősek tanácsa tagjaival egyeztettem. Ez egy kormányrendelet, amelyet az idősügyi tanács mai ülését követően adtunk ki. Komolyan, mi a szar az az idősek tanácsa? Ki az a 12 darab
70 éves, félmilliós nyugdíjú, orbánista, gyökér öregember, akinek a kormány folyamatosan a banyatankja mögé bújik, hogyha hivatkozási alapot keres. Hiába, Magyarország kormánya nem bír hibázni. Magyarország jobban teljesít. Nyilván csak vicceltem, rohadtul nem néznek ki jól ezek a számok, de Kim Jong-un előbb elismeri, hogy nem sikerült teljesíteni az 5 éves tervet, mint hogy nálunk bármi gond legyen. Miközben a kormány szerint folyamatos a siker, az ellenzék meg mészárszékről beszél, az ország lelki állapota olyan, mint Szájer Józsefé lehetett az ereszen. Nagyon akarjuk hinni, hogy megúszhatjuk, de alattunk ijesztő a mélység, és a seggünk kilóg a gatyából. Miniszterelnök úr szerint a magyarságon kívül nem létezik más motiváció ebben az országban. A magyarok vagyunk, tehát van egy nagyon erős összetartozás érzésünk, segíteni akarunk egymáson, nem? Miniszterelnök úr, mi magyarok elsősorban Mészáros Lőrincnek és Tiborcz Istvánnak szeretnénk segíteni. Minden más csak ezután jöhet. Hát hogy néz neki, hogyha egyszer ők dolgoznának hazafiságból? Tudjuk, hogy akarják, de nem hagyhatjuk. Ők abban jók, ahogy gazdagodnak. Az orvosok abban, ahogy gyógyítanak, mi pedig abban, ahogy adót fizetünk. Mindenki csinálja azt, amihez ért. A magyar összetartó. Persze az ellenkezőjét mondjuk, hogy széthúzó, de ha baj van, nézze meg. Összetartunk az egészségügyben, a migrációnál, az árvíznél, a családok is összetartanak. Sokkal jobb ország ez annál, mint hogy mi azt könnyedén szoktuk magunkról állítani. És szerintem ez a minőség, az összetartás minősége fogja megadni majd a számok mögött is a sikerünket szerintem. Ajaj, készüljünk a legrosszabbra, amikor miniszterelnök úr szerint mindenki ennyire magyar ebben az országban, akkor valamit nagyon elkúrhatott. Nem lehet színházba járni, másnak az, hogy nem lehet sportolni, vagy legalábbis konditerembe járni. Könyvtárak is zárnak. Mindannyian szeretünk könyvtárba, moziba, színházba, vagy meccsre járni. Hú, na ez volt a kedvenc pillanatom. A magyar ember 4 szenvedélye a mozi, a meccs, a színház és a könyvtár. Véletlenül sem a kocsma, az étterem, a kupi, a fesztivál vagy a koncert, ne. Könyvtárba vágyunk, és most bezárják a könyvtárainkat. Csak ezt éljük túl. Ő is ott ismerkedett meg a Mészáros Lőrinccel, meg a Rogán Antal is ott szemelte ki magának a Cecília asszonyt. Asszonyságot, bocsánat. Így ner korrekt. A pofám leszakad. Éppen egy válságba gyalogol bele az ország. Már így is elvesztette több tízezer ember a munkáját, a megélhetését, a vállalkozását, de miniszterelnök úr ezen nem idegesíti magát. Inkább előadja a hardcore bölcsészt, aki rohan munka után a Széchenyibe, hogy 18. századi magyar költők levelezéseit olvassa. Hát, kultúremberek ezek, na. Februárban vagy márciusban az első hírek megjöttek, hogy járvány van. Akkor levettem a könyvespoltra a Camus-nak a Pestisét, és azt elolvastam. Ha ez kimaradt volna, akkor vedd le a polcra, és olvasd el. Erre van régről egy konzerv válaszom. Camus-től a Pestis az pont nincs itt, de itt van Camus-től egy kötetben a Közöny és a bukás. Vajon ezt is olvasta miniszterelnök úr az elmúlt 10 évben? Nem lehet tervezni, nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk a következő fél évben. Eddig azzal hülyítettek minket, hogy lassan jöhetnek az enyhítések, most meg azzal riogat a kormány, hogy nyárig nem nyithat ki semmi. Orbán Viktor eddig azt mondta, hogy ő 2-3 hétnél nem tervez előrébb. Mindig lesi, hogy mi van Ausztriában. Oké. De akkor most mi történt? Kapott egy közvéleménykutatást, hogy a választók még fél év szigort várnak. Nem érvelnek, csak kinyilatkoztatnak. Úgy vezetik az országot, mint valami szekta vezér, vagy mint a Mózes a zsidókat. De tényleg mi történhetett? Nem nyughatnak a választási célcsoportok, és továbbra is zárlat alatt akarják tartani a McDonald's WC-ket. Tényleg nem nyithat ki egyetlen egy kocsma vagy vendéglő sem? És mi alapján? Mire alapozzák mindezt? Melyik az a tudós vagy virológus, aki azt mondta, hogy ősszel legyenek meccsek, de tavasszal ne nyissanak ki a kávézók? Tényleg szórakoznak velünk. De a kormány alkalmatlansága nem mentesít senkit a védekezés alól, ahogy nálunk Óváron mondják, attól, hogy a pap kefél még bűn ellopni a persejpénzt. Úgyhogy tartsunk ki, tartsuk a távolságot, mossunk kezet. Burmában, melynek másik neve Myanmar,
tüntetnek a kormány ellen. Verik a dobokat. Ezen közben állandósult válság van jelen a világban. Komoly pénzügyi gondok mindenfelé. Németország GDP-je 0,1%-kal nőtt. Franciaországé 1,3%, Olaszországé 2%-kal csökkent, míg Spanyolországé 0,4%-kal nőtt. Az eurozónában Ausztria gazdasága esett vissza a leginkább ebben az időszakban, 4,3%-kal. Összességében a tavalyi év gazdasági teljesítményét nagyban rontotta a koronavírus járvány. Az Európai Unióban ilyen nagy visszaesést még a 2008-2009-es pénzügyi válság után sem mértek. Akkor 4,5%-os volt. Olyan számosak ezek a pénzügyi, anyagi gondok, hogy sok helyen tüntetnek az emberek. Persze mindezen segíteni lehetne, csak azt érzékelik sokan, hogy nincs is erre szándék. Egyre több európai városban tiltakoznak a koronavírus járvány miatt jó ideje bevezetett éttermekre vonatkozó megszorítások miatt. Hétfőn Budapesten például csendes tüntetés volt, Franciaországban pedig a tiltás ellenére jó néhányan megnyitották vendéglőjük ajtaját. A cél az volt, hogy kinyissak, a gazdasági miniszter azonban világosan kihirdette a szankciókat. Ha vendégeket engedek, bekijönnek a rendőrök és megbüntetik őket. Nincs elég vakcinánk, ezért a kormányzat leckésztett minket. Nem lehet kinyitni, nem tehetjük ezt, nem tehetjük azt. Nem hiszem, hogy ez így jó, mondja ez a vendéglősökkel együttérző nő. Nincs is meg a szándék a segítésre. És akkor kérdezze meg a szakácsomtól, hogy neki mire van pénz, akkor 5 hónapja nem tudod egy forintot csak keresni. Azt kérdezze meg tőle, mert akkor megkapja a szép pénzemből a fizetését. Azt kérdezze meg tőle. Olyan kérdéseket vesz, amit nem nekem kell. Na látja, na látja. Viszont én nekem akkor is végre kell hajtanom. Hajtsa végre. Mondja meg Orbánnak, hogy szopjak a faszom, hogy nyeljek a picsámat, Orbán Viktor. Az összes faszopos lepével együtt. Eladósodtam. Egy éve nincs munkahelyem. Egy éve. A vírus miatt? Hát igen. Egy fillér se érkezett meg a bértámogatásból, tehát hiába vagyunk bejelentve, hiába adózunk. Intézkedek a szabálysértés eljárás megindítására. Tapottat nem megyek innen sehova. Majd visszaadták az életünket, visszaadták a megélhetését, akkor el fog innen menni. 8 ember tartok el úgy, hogy egy vasat nem kapok senkitől. Egyre több ember kényszerül ebbe az irányba, mert vagy az, hogy megszűnik teljesen, mert csődbe megy, vagy pedig kockáztatja a megszűnését, még mindig egy olyan lehetőséget ad, hogy legalább a saját kezében van annak a lehetőség, hogy túlélhessen. A kozmetikusoknál, fodrászoknál, Tescóba, Oceanbe, sehol nem fertőz. Nem megyünk fogjuk erre megadni a választ. Mit csináljuk? De maga elvisz engem. Mit csináljuk a munkát? De maga elvisz engem innen, igaz? Ez a munkám. Ez a munkája? Ez a munkám. És nem szégyeli magad közben? Nem szégyelem magam közben. Én ma nem bírom. Nem bírom idegekkel. Legyek, azért nem idegem ez a büntetésre, hogyha megbüntetnek, mert 1.500.000 forint adósságom van. Nem ez a módja ennek a tiltakozásnak, most higgyék el. És nálam, hogy mi a módja? Mit kell csináljunk? Nézzék! Békésen itt ácsorgunk, mit kell csináljunk? Nem én akarom kitalálni, találják ki, de nem akarok ötleteket adni. Én nem fogok ötleteket adni, kamerák szemben. Tudjuk, hogy vannak vendéglátóhelyek, amik működnek zugkocsmaként. Összesen 3,5 millió forintos bírságot kaptak a tegnapi és a vasárnapi vendéglátós tüntetés szervezői, közölte az egyik érintett a közösségi oldalán. Azt is írja, hogy mindez nem tántorítja el őket, megtámadják a határozatot és további akciókat szerveznek. A vasárnapi és a tegnapi tüntetésen a résztvevők minden vendéglátóst arra biztattak, hogy tömeges üzletnyitással gyakoroljanak polgári engedetlenséget. A szigorú korlátozások miatt tüntettek Bécsben a hétvégén a demonstrálók, többször összecsaptak a rendőrökkel, de olyan is volt, hogy a rendfenntartók átálltak a tüntetők oldalára. Több rendőr is megsérült. A koronavírus járvány miatt tilos a gyülekezés Bécsben, ennek ellenére csak nem 10 000-en vonultak az utcákra, hogy tüntessenek a szigorú korlátozások ellen.
A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, és az emberektől távolságtartást és maszkviselést kért. A tüntető tömeg Sebastian Kurz kancellár távozását követelte, valamint a koronavírus járvány miatt hozott korlátozások enyhítését. Azért vagyok itt, mert ez már több a soknál. Az értelmetlen járványügyi korlátozások tönkreteszik a gazdaságunkat és mindent. A politikusoknak ezt fel kell ismernie, mondta ez a nyugdíjas tüntető. Volt, ahol a rendőrök a roham sisakjukat levéve szimbolikusan a tüntetők oldalára álltak. Javaslatcsomagot készített a Magyar Gasztronómiai Egyesület a magyar vendéglátás megmentésére. Ebben nem csak arról írnak, hogy milyen ütemben tartanák fontosnak a nyitást, azt is leszögezik, hogy elengedhetetlen a bértámogatások 75%-ra emelése, majd folyosítása minden hónap 10. napjáig. Emellett a korlátozások idején felmerülő helyiségbérleti díjak átvállalását, az adó- és járuléktartozások, valamint a vendéglátóteraszok területfoglalási díjának elengedését javasolják. Azt szeretnék, ha legkésőbb március 1-től fokozatos nyitás kezdődne. A gasztronómiai egyesület különösen szerencsétlennek tartaná, ha csak egy szűk kör számára nyílnának meg a pályázatok. Közben Olaszországban este 6-ig ismét megnyithattak a múzeumok és a vendéglátóhelyek. Mára Anglia összes idős otthonban élő lakója megkaphatta a koronavírus elleni vakcinát, ha kérte. Ezzel betartotta a kormány azt az ígéretét, miszerint január végéig befejeződik az oltási programnak ez a szakasza. Magyarország ma nem rendelkezik egységes és világos jövőképpel, erről Matolcsy György írt a növekedés.hu-n. A jegybankelnök szerint Ausztria utolérésének szükségességét a politikai vezetők nem fogadják el, pedig ez földrajzilag és történelmileg is kézenfekvő cél volna. Matolcsy szerint a hivatalos cél, hogy 2030-ra az Európai Unió top 5 országába kerüljön Magyarország az élhető ország és a munkaterén, nem igazi vízió, mert nem mérhető a cél. Ha nem mérhető a cél, akkor pedig nem létezik, folytatta a jegybankelnök, majd hozzátette, versenytársaink mind erős és világos jövőképpen rendelkeznek. Nálunk ez hiányzik, ezért a szó töltete és hatása ma nálunk negatív. A Fidesz-KDNP magasról tesz az emberek problémáira, arra, hogy hány ember halt meg, hogy hány százezer család került kilátástalan helyzetbe, hogy hány vállalkozó, köztük vendéglátósok ezrei mentek tönkre, vagy éppen hány ápoló és orvos roppant bele a túlórába az elmúlt hónapokban. Napirend előtt azonban mind az öt ellenzéki frakcióból felszólalt egy-egy képviselő. Főként a járványkezelés egészségügyi és gazdasági problémáiról beszéltek. A magyar kormány még ebben ennek a válságos időszaknak a kellős közepén is semmi más nem csinál, mint a saját haverjait, a hozzá közel álló gazdasági érdekcsoportoknak oszt támogatásokat, míg a valóban rászoruló gazdasági szereplők pedig nem kapják meg ezt a támogatást. Az MSZP elnök azt nem értette, hogyha volt pénze gazdaságvédelmi alapban vadászkiállításra, akkor például miért nem jutott az álláskeresési támogatás növelésére, vagy a 100%-os táppénzre. A vendéglátás és a turisztikai szektorral kapcsolatos problémákról szinte minden ellenzéki képviselő beszélt. A kormány és a miniszterelnök tehet arról, hogy a vendéglátóiparban és a turizmusban dolgozók ma már csak abban reménykedhetnek, hogy lassan kinyithatnak, mert a kormánytól lényegében semmilyen segítséget nem kapnak. A focistáknak kell a rendőröket és a tűzoltókat megelőzően megkapni az oltást. Lukács László György a Jobbik képviselője szerint azt is tisztázni kell, hogy mi van pontosan az oltási tervben, vagy hogy mennyibe kerültek az országnak a lélegeztetőgépek, illetve mennyit tervez költeni a kormány a kínai és az orosz vakcinára. A felmérés szerint a biztos pártválasztók körében 46%-on állnak a kormánypártok. A DK-nak 16, a Momentumnak 13, a Jobbiknak és az MSZP-nek 8-8%-os a támogatottsága. Az LMP, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutyapárt 2%-on áll. A kutatás szerint az Egyesült Ellenzék a teljes népesség körében 5, a biztos pártválasztók körében 4%-kal áll jobban, mint a Fidesz-KDNP pártszövetség. Orbán Viktornak nincs megtakarítása, Szijjártó Péter 30 millió forinttal tartozik a szüleinek, Hatházi Ákos pedig több mint 5 millió forintos adományt kapott. A szocialista Molnár Zsolt egy zsigulival gyarapodott. Gyurcsány Ferenc hitelei jócskán megnőttek. A K-Monitor szerint ez a vagyonnyilatkozati eljárás olyan, mint amikor a kecskére bízzák a káposztát.
a politikusok a politikával foglalkoznak, üzletemberek meg az üzlettel. Többször válaszolt ezt Orbán Viktor az ellenzéknek és az újságíróknak is, amikor vagyoni helyzetéről kérdezték. Most a vagyonnyilatkozatából az derül ki, hogy egy forint megtakarítása sincs. Hiteltartozása azonban több mint 1 millió forinttal, 882 ezer forintra csökkent egy év alatt. A kormányfő továbbra is résztulajdonos egy 12. kerületi ingatlannak, és megvan a felcsúti háza is. Rogán Antal vagyonnyilatkozatából derült ki, a miniszter újra megnősült. Ingatlan vagyonában nem történt változás, takarékbetétben lévő megtakarítása azonban több mint 10 millióval, 822 millió forintra nőtt. Találmánya mintegy 160 millió forintot hozott Rogán Antalnak, miközben 18 milliós adóssága van. De szerintem erre már válaszoltam, bocsánat. Még nem. Továbbra sem derült ki, hogy miből futott a jachtozásra tavaly a külügyminiszternek. Vagyonbevallásában ugyanis nem tüntette fel, hogy ezt ajándékba kapta-e vendéglátójától. A külügyminiszter 5,8 millió forintos megtakarítása is csak nem a nullára apadt. Egyéb bevételei is csak minimálisan növekedtek. Szüleinek továbbra is tartozik 30 millió forinttal. Készpénze ugyan nőtt 2 millióval, de a bankszámláján lévő 48 millió forintja eltűnt Lázár Jánosnak. A kormány biztos adóságát is megduplázta, de gazdagabb lett egy 16 hektáros szántóval. Mindeközben jelentősen növelte részesedését egy ingatlan bérbeadással foglalkozó cégben. 41 millió forint. Ennyit törlesz még a köztársasági elnök egy második kerületi lakás után. Mégis Ádel János zárta az egyik legjobb évet. Forint megtakarításai 4 millió forintról több mint 27 millióra duzzadt. Devizában több mint 35 ezer eurós spórolt össze az államfő. Kövér László bankszámlája 500 000-val csappant meg, adóssága pedig továbbra is eléri a 10 millió forintot. 2019 után életbiztosításainak sincs már nyoma. A K Monitor szerint a vagyonnyilatkozatok rendszere problémás. Jelenleg Kecskére a káposztát alapon a Parlament Mentelmi Bizottság, a képviselők vizsgálják egymást, nem értenek hozzá, nem folyik soha komoly vizsgálat, de ezt mondjuk az adóhatóságnak kéne megtenni azzal, hogy közhiteles adatokkal összeveti a vagyonnyilatkozatok tartalmát. Az ellenzéki politikusok közül Gyurcsány Ferenc értékpapírokban tartott megtakarításai nagyjából 90 millió forinttal nőttek, az Altuszból kivett osztalék azonban több mint 180 millió forinttal esett vissza. A volt miniszterelnök értékpapír alapú hitele is megnőtt, 64 millió forinttal egy év alatt. Miközben egy beragadt tranzakcióra utalhat az a 225 millió forintos lakásvásárlási előleg és foglaló, ami már 2019-ben is szerepelt a bevallásban. A politikai vitanapon, amelyet most is láttok a híradóban, nem voltak ott a kormánypártok, illetve hát ott volt Latorcai János levezető elnökként, úgyhogy talán ő képviselte azt a 133 embert, aki egyébként a védekezés legfegyelmezettebb közkatonájaként, hát, hogy így mondjam, mint kés a vajon, átpasszírozta ezeket az intézkedéseket. És az a legnagyobb baj, hogy nincs is meg a szándék a segítésre. Nem érzékelhető, hogy értené, vagy érzékelni a hatalom, hogy mi a valós probléma. Kompromisszumot! Kompromisszumot! Gyerünk! A demonstráció résztvevői közül sokan vendéglátósok voltak, akik közül egyre többen mennek tönkre a kötelező zárvatartás miatt. Az emberek nem bírják már ezt. Nincs pénzük, nem dolgoznak. A novemberi teljes gyülekezési tilalom bevezetése óta ez volt az első komolyabb tüntetés Magyarországon. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A rendezvény elején még egyetlen rendőrt sem lehetett látni a Hősök terén, de ahogy telik az idő, egyre többen jelennek meg, és egyre több emberhez mennek oda, hogy igazoltassák őket. Az igazoltatások időnként szóváltásig fajultak. Egy büdös vasat nem kaptunk, sőt, amit másnak megértek, azt se fizették ki. Azt se fizették ki, és tudja, hogy miért? Mert nincs az országban pénz. Mert mind a Mészáros Lőriceknél van, mind a Parancsiknál van, mind a Orbán Ráhelnél van. A legtöbb esetben azonban nem volt konfliktus. Akkor engem is igazoltassanak. Mindjárt fogják. Azért írták fel valószínűleg az adataimat, hogyha továbbra is itt maradok a helyszínen, akkor valószínűleg lesz további szankció, de például csak megkértek, hogy távozzak a helyszínről. Összesen 3,5 millió forintos bírságot kaptak a tegnapi és a vasárnapi vendéglátós tüntetés szervezői, közölte az egyik érintett a közösségi oldalán.
Azt is írja, hogy mindez nem tántorítja el őket, megtámadják a határozatot és további akciókat szerveznek. A vasárnapi és a tegnapi tüntetésen a résztvevők minden vendéglátost arra biztattak, hogy tömeges üzletnyitással gyakoroljanak polgári engedetlenséget. Tehát az emberek nem bírják már ezt. Illetve nagyon nehezen. Olaszországban lemondott a kormány. Lemondott Matteo Renzi volt olasz miniszterelnök, Elena Bonetti családügyi miniszter, Teresa Bellanova agrárminiszter és Iván Scalfarotto külügyminiszter helyettes. Ezzel felbomlott a Giuseppe Conte vezette kormánykoalíció. Renzi a koalíció tagjaként nagyon kritikus volt a járvány olasz kezelésével. Végül az uniós mentőcsomag elköltésére vonatkozó nézetkülönbségek miatt döntött a távozás mellett. Hollandiában lemondott a kormány. Lemondott a Mark Rutte vezette holland koalíciós kormány a hónapok óta hullámokat vető családtámogatási botrány miatt. A kabinet erről a pénteki miniszteri tanács ülésén döntött. Rutte azzal állt a sajtó elé, hogy teljes köztünk az egyetértés. Megbukott egy egész rendszer, így a felelősség is közös. Ebből következik, hogy most az egész kormány lemondását nyújtom be a királynak. 2012-től több száz többnyire olyan család került súlyos anyagi helyzetbe, ahol a szülők kettős állampolgársággal rendelkeznek, mivel az adóhatóság csalóként kezelte őket. Számos esetben több ezer euró visszafizetésére kötelezte őket. A parlamenti vizsgálat arra következtetése jutott, az adóhatóság megsértette a jogállamiságot és a gyermekjogokat is. Mint látjuk, a probléma az volt, hogy az adók és a pénzügyi dolgok tekintetében megcsalták az emberek egy részét. Ezért a kormány ment magától. Nem magyarázkodott meg egyebek, szóval megtette azt, ami a kötelessége. Lelépett. Brüsszelben vagyok, ahol Európa sok részéhez hasonlóan kijárási tilalom van érvényben. Csak a létfontosságú boltok vannak nyitva. A járvány második hulláma keményen sújtja a vállalkozásokat. A kormányok készpénzzel segítettek abban, hogy elkerüljék a legrosszabbat, és megőrizzék az emberek munkahelyét. És megkérdezzük Paolo Gentiloni gazdasági EU-biztost, miként látja a munkahelyteremtés és a vállalkozások esélyeit 2021-ben. Bár a munkanélküliség becslések szerint 9,4%-osra emelkedik idén az euróövezetben, ami csaknem 2%-kal magasabb, mint a pandémia előtt, továbbra is alacsony a gazdasági visszaesés mértékéhez képest. A szükséghelyzeti munkanélküliség kockázatait mérséklő ideiglenes támogatási eszköz. Az európai kormányok bértámogatásokat nyújtottak, és kényszerszabadságok fizetésével is segítettek megőrizni a munkahelyeket a koronavírus járvány idején. Főként az egyéni vállalkozóknak nyújt pénzügyi támogatást. Több mint 90 milliárd eurós hitelt ad nekik 18 országban. Már csaknem 40 milliárd eurót gyűjtöttek össze a piacokon a szociális kötvényekkel tavaly október óta. Fanny Gurri Litvániában járt utána annak, miként védik meg a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat. Vilniusban egy testvérpárral találkoztam, akiknek a lezárások ellenére sikerült fenntartaniuk a virágboltjukat. Krisztina és Dovile 2019. szeptemberében nyitották meg növényboltjukat. Néhány hónappal később jöttek az első lezárások, be kellett csukniuk üzletüket. Nem hittük volna, hogy ez történik, ez egy sok volt. Támogatást kaptunk alkalmazottunk fizetésére, azután pedig az üzlet bérletére. Ez nagyon sokat segített, esélyt adott, hogy túléljük. Alkalmazottjuk fizetésének mintegy 90%-át a kormány támogatásával fedezik. Annak ellenére, hogy bevételük tavaly csak a fele volt a tervezetnek, a nővéreknek sikerült nyitniuk egy másik üzletet, és fölvenniük további 3 embert. Most azonban be kellett zárni boltjaikat. Az internetes boltunk segítségével folytatjuk a munkát. Fenn kell tartanunk mindent, és további segélyeket is igénylünk majd.
Ahhoz, hogy növekedjenek az efféle üzleteknek nyújtott állami támogatások, és hogy megvédjék a dolgozók munkahelyét, Litvánia támogatást kap nagyjából 600 millió euró értékben. Litvánia azt tervezi, hogy idén csak nem 900 millió eurót költ a szociális segélyekre és a bértámogatásokra, amit a munkaügyi hivatal oszt szét. Nagyon fontos az összes EU tagállam szolidaritása. Azt hiszem, az állami költségvetésből a szükséges pénzügyi támogatásoknak csak a 20%-át tudnánk nyújtani. Szabadúszó fotósként Martinas is részesült ebből a támogatásból, amikor a pandémia első hullámakor elveszítette bevételeinek 4/5-ét. Az alkalmazottaktól eltérően az egyéni vállalkozók nagyjából 250 eurót kapnak havonta, a minimálbérnek kevesebb, mint a felét. Ez segít, de nem sokat. Kifizettem az adóimat, néhány számlát. Szerencsére a feleségemnek van munkája, így tudja segíteni az egész családot. Reméli, hogy hamar visszatérnek szokásos bevételei. Ami Krisztinát és Dovilét illeti, online üzletük forgalmától és a további segélyektől függ, hogy fent tudják-e tartani boltjaikat mind a 4 alkalmazottjukkal. Visszatérünk Brüsszelbe, az Európai Bizottsághoz jöttünk. Megkérdezzük Paolo Gentiloni gazdasági EU biztost, miként látja a munkahelyteremtés és a vállalkozások kilátásait. A társadalmi következmények óriásiak lehettek volna ezek nélkül a munkahelytámogatási programok nélkül az összes európai országban. Ezért támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket. Képessé tettünk minden tagországot arra, hogy erősen reagáljon erre a kockázatra. De nem csak arról van szó, hogy elodázzuk a tömeges leépítéseket? Elhalasztjuk azokat, de szerintem ez a helyes döntés. Amikor ilyen válságban vagyunk, akkor reagálnunk kell, közös választ kell adnunk. Stratégiára van szükség a gazdasági talpraállás támogatásához, de a válság első szakaszában meg kell menteni a munkahelyeket. Fanny litvániai riportjában Martinas egyéni vállalkozóként nem kap annyit, mint egy alkalmazott. Miként gondoskodnak arról, hogy az egyéni vállalkozók és a szabadúszók az EU-ban ugyanakkora támogatást kapjanak? Ez olyas valami, amire buzdítjuk a tagországokat, de nem avatkozunk be a programjaikba. Teljesen tisztában vagyok annak a veszélyével, hogy két világ alakul ki ebben a válságban. Azok világa, akiket olyan nagy és közepes méretű cégeknél alkalmaznak, amelyeket hagyományosan védenek ezekkel a programokkal, és az egyéni vállalkozók, az ideiglenes dolgozók világa, amely nincs védve. Miként látja a munkahelyek és a vállalkozások idei kilátásait Európában? A pandémia még jelen van, a vakcinák ellenére. A gazdaság jövője nagyban függ attól, mennyire lesz sikeres az oltási kampány. Egy valami biztos, az, hogy nehéz helyzetben vágunk neki 2021 első negyedévének. Még küzdünk. Kétségtelen, hogy nehéz időknek néz elébe a gazdaság ebben a negyedévben. Ha kérdésük van az a kapcsolatban, hogy a pandémia miként érinti munkahelyüket vagy vállalkozásukat, írjanak nekünk. Mára búcsúzik a Real Economy csapata. Viszontlátásra! A járványügyi korlátozások a rendkívüli körülmények közepette. Azon kell iparkodni, hogy hogy lehet segíteni az embereknek a szorult helyzetükben. Ez elsősorban anyagi támogatás Európa szerte. Itt kell megjegyezni, hogy egész Európában, egyedül Magyarországon nem kaptak az emberek pénzt az Orbán kormánytól. Ezt kizárólag velünk merte megtenni a mi kormányunk Magyarországon. Ennél mindenhol okosabbak voltak a vezetők. Az észt kormány is lemondott. Lemondott Jüri Ratasz észt kormányfő a pártja ellen felhozott korrupciós vádak miatt, miután az ügy komolyra fordult. Az ügyészség nyomozást indított annak kiderítésére, hogyan kapott kormánygaranciával állami hitelt egy építőipari beruházás, és mi köze volt ennek bizonyos adományokhoz. A Tartói Egyetem politológusát kérdeztük a részletekről.
Lisa Talving azt magyarázza, hogy az észt alkotmány szerint az egész kormánynak le kell mondania, ha a miniszterelnök önként távozik. Vagyis egy teljesen új kabinet jön. A pártok már tárgyalnak, az előzetes nyilatkozatok alapján semmiféle együttműködés nem kizárt. Megfigyelők azonban kétlik, hogy a centrumpárt eddigi koalíciós partnerei továbbra is együtt akarnának kormányozni egy olyan párttal, amely ellen korrupciós eljárás zajlik. És bár minden szereplő találhat még szövetségest, az is elképzelhető, hogy nem kormányváltás, hanem előrehozott választások jönnek Észtországban. Ha körülbelül nálunk is így alakultak volna az események, és a magyar állam segítette volna a magyar embereket abban, hogy talpon tudjanak maradni, akkor mi is elégedettek lehetnénk. A kormányok készpénzzel segítettek abban, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Azok a boldog országok és a jó helyek a világon, melyek nem szerepelnek a botránykrónikákban, a napi hírekben. Mi nem az az ország vagyunk. Több mint 7%-kal nőttek az élelmiszerárak Magyarországon 2020-ban az előző évhez viszonyítva. A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint az étolaj és a cukor több mint 10%-kal, a dohányáru pedig majdnem 15%-kal drágult, de az üzemanyagért 4,5%-kal kevesebbet kellett fizetni. Az infláció összességében 3,3%-os volt, ami európai összehasonlításban kifejezetten nagynak számít. Az euróövezet egészéhez viszonyítva ez lényegesen magasabb. A régiós összehasonlítást tekintve is azt lehet mondani, hogy ha a decemberi adatokat nézzük, vagy akár az éves átlagos inflációt, akkor valamivel magasabb, mint a cseh, a lengyel vagy a román infláció. Sokan úgy érzik, hogy az árak a hivatalos adatoknál is jobban növekedtek. Piacon vásárolom a húst, ott szinte a duplájára emelkedett. Ami eddig 1200 forint volt, az most már 2000-en felül van. Hát egyes termékek esetében még ennél is sokkal nagyobb volt, igen. Borzasztó, ilyen 8-900 forintos alma kiló árak, ez nagyon magas. Vagy nagyon fog ízleni, vagy nagyon nem. Az infláció súlyosbítja a járvány gazdasági következményeit. Ebben a budapesti üzletben a nagykereskedelmi árak jelentős növekedése mellett a vevők hozzáállásában is változást tapasztaltak. Van valóban egy réteg, aki elveszítette a munkáját, és ők megfontoltabban vásárolnak, jobban megnézik az árakat, vagy kevesebbet vásárolnak. A tavalyi évet rekordot jelentő költségvetési hiánnyal zárta Magyarország, a GDP csökkenés mértékét pedig nagyjából 6%-ra becslik. Idén a korlátozások fokozatos elhagyása miatt várhatóan javulni fognak a mutatók, de a gazdaság beindulásával ismét 3% feletti inflációra lehet számítani. Magyarországon jelentős a költségvetési hiány, a GDP csökkenés. Ez azt jelenti, hogy bemegyünk a közértbe, és minden olyan sokba kerül, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Tehát drágulnak a dolgok, és az embereknek nincs pénze. Tájékoztatta Vilmos Sándor holland királyt a kabinet lemondásáról Mark Rutte holland miniszterelnök, és ígéretet tett arra, hogy kormánya ügyvívői minőségében is folytatja az érintett szülők lehető leggyorsabb kártalanítását, és segíti a koronavírus elleni küzdelmüket. A holland adóhatóság 26 ezer szülőt vádolt meg tévesen adócsalással, köztük ezt a 35 éves édesanyát is. Ez nagyon fontos számomra, meséli a nő, mert megerősíti, hogy valójában a kormány hibázott, és ezért vállalnia kell a felelősséget. Amit velünk tettek, az nem egy apró hiba. Ha nem mondtak volna le, akkor azt a látszatot keltették volna, hogy rendben vannak a történtek. Akkor üres szavak volnának csupán, hogy sajnáljuk. A holland kormány már korábban bocsánatot kért az adóhatóság módszerei miatt, és elkülönített 500 millió eurót 20 ezer szülő kártalanítására. Azon felül, hogy 30 ezer eurót fizetnek az érintett szülőknek, a kabinet megígérte a jóléti rendszer teljes reformját is. De a holland kormány értette,
hogy mit kell tenni. Lemondott. Ha nem mondtak volna le, akkor ragaszkodtak volna a hatalmukhoz, és szörnyű hibát követtek volna el. És a holland állam kártalanítja az embereket. 10 millió forintot minden egyes családnak. És a jóléti rendszer megerősítését, reformját. Mert arra szükség van. Ezek így összefüggnek. Igen. És mindehhez képest a hazai viszonyokból egy szintén most 2021. februári dolog, ami egyébként többekkel megtörtént ebben az országban, és amiben egyébként a holland kormány úgy egy az egybe megbukott, belebukott, az Magyarországon még simán elmegy. Mint látjuk, bértámogatás a veszélyeztetett munkavállalóknak, meg egyebek, a kormány ezt hazudja. És mi történik? Ahogy megkapják ezt a támogatást, ezt a pénzt, ezt a segítséget, ők direkt nem mondják, hogy segélyt, mert ugye az egy bűnös fogalom az ő szemükben, szóval azt az állam azonnal el is veszi tőlük, a NAV lenyúlja, irgalmatlanul. Ez megtörtént ugye a Megyeri Csárdával, különböző cégekkel, mint a Kiskunmajsai Pizzériával, szóval a vállalkozásokkal, a mikro, a kis és a középvállalkozásokkal, nem egy ízben. Szóval ezt a mértékű pofátlanságot és aljasságot, amit elkövetnek, ráadásul az átlag kis embereknek, a hétköznapi embereknek, a nem vállalkozóknak, hanem az egyszerű munkásoknak egyáltalában nem adtak semmiféle pénzt, támogatást, hogy ne halljanak éhen. Tehát, és mit válaszol erre az állam, a NAV? Azt írják, hogy nem adhatnak ki adatokat, és nem hozhatnak nyilvánosságra dolgokat ezzel kapcsolatban, hogy mit tesz a NAV, mert ez adótitok. Hát mi a tököm? Hogy adótitok? Ilyen esetben mindig erre hivatkoznak, hogy az titkosítva van dolgok. Persze, hát ez most nem pont az a kategória, de az országházban a kormány, meg minden titkosít. Semmit nem tudhatunk meg azokat a lopásokat, visszaéléseket, aljasságokat, amit elkövetnek generációsan, évtizedeken keresztül most már. Jó, ez csak egy dolog, de ha megnézzük a válasz lényegét, hogy különben meg kérhet minden adózó részletfizetést, halasztást, a kötelezettség befizetésének mérséklését, elengedését kérheti az adóhatóságtól, a NAV-tól. Erről azt kell tudni, hogy ilyen dolgot, ilyen kérelmet soha nem fogad be a NAV, nem tesz lehetővé ilyesmit, mindig mindent elutasít az ilyen kérelmekkel kapcsolatban. Csak a fizetés egyedül az szerepel az ő célkeresztjükben, a szemükben. Bevasalni minden pénzt. És egyetlen, amit elfogadnak, az azonnali rendkívüli részletfizetési kedvezményi kérelem, azt elfogadják, aminek az a lényege, hogy azonnal fizetsz, és punktum. Tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint amikor elveszik a támogatást, a pénzt, a segélyt, amit az állam ad, azt az állam az egyik kezével adja, a másikkal már puty, el is vette, ellopta, elrabolta, zsebretette ő maga. Ez nem államvezetés, tehát így nem lehet egy államot fenntartani, meg működtetni. Akik így teszik, akik így kormányozzák, így vezetik az államot, hogy az így működjön, azokat el kell kergetni a picsába. Mert egy valamire való országban az ilyesmit úgy oldják meg, hogy a kormány ettől lemond, azokat a munkásokat, azokat a kis vállalkozásokat, akiket ilyen módon megfosztottak a pénzüktől, azokat kárpótolják, 10-20 millió forintot azonnal kiutalnak nekik, hogy próbálják meg elfelejteni ezt a szörnyűséget, és így megy tovább az élet a maga kerékvágásába. Tehát ez lenne a helyes, ez lenne a normális. Magyarországon ez nem így van, és erről mi tehetünk kizárólag a magyar emberek, mert megválasztunk ilyeneket, meg hogyha ilyeneket tesznek, elfogadjuk, eltűrjük. És az embereknek elegük van a hülyébbnél hülyébb intézkedésekből és szabályokból.
Megelégelték a korlátozásokat ebben az olasz étteremben. A szabályok ellenére nyitva maradtak vacsorára. Az olasz kormány még karácsony előtt rendelt el az éttermek este 6 utáni bezárását. Ettől később hivatalosan csak elvitelre készíthetnek ételt. A most szombatúr életbe lépő szabályok szerint viszont már ez is tilos. A szigorítást azzal indokolják, hogy vészhelyzet van. De ez pszichésen és gazdaságilag is tönkretesz minket, mondta egy vendég. Az új korlátozások ellen több étterem tulajdonos is fellázadt. Nyitva vagyunk, írják ki egyre többen a közösségi oldalaikon. Nyitva vagyunk, mert családom van, feleségem és 3 gyerekem. Már 3 hete nem tudtam támogatni őket, hogy megtöltsék a hűtőt, hogy a gyerekeim tudjanak enni. Teljesen kész vagyunk, mondta l'Osteria étterem tulajdonosa. Róma túloldalán ez a pizzéria sem hajlandó követni a korlátozást. A tulajdonos szerint hátrányosan megkülönböztetik az éttermeket. Csak hogy világosak legyünk, ez nem úgy megy, hogyha én nyitva maradok este 10-ig, mint a többi üzlet, akkor aki ide bejön, az megfertőződik, de aki meg felszáll egy buszra, vagy bemegy egy plázába, az meg nem. Vagy minden üzlet bezár, ahogy márciusban, vagy én is nyitva maradok, ahogy a többi üzlet, mondta. Ebben a belga kávézóban a tulajdonos azzal tiltakozik a korlátozások ellen, hogy bent alszik, a bárpult mellett. Belgiumban a bároknak és éttermeknek október közepe óta kell zárva tartaniuk. Németországban is követelik a támogatást, meg az éghajlat védelmét, és sok olyan dolgot, amire nagyon-nagyon szükségünk van. Gazdálkodók, állatvédők és környezetvédő aktivisták mindegy 30 traktorral vonultak a CDU székházáról a szövetségi kancellária épületéhez Berlinben. Az Elegünk van elnevezésű tüntetés résztvevői a német kormány agrárpolitikája ellen tiltakoztak, és a járvány miatt mozgban is ügyeltek a távolságtartásra, valamint a lábnyom kampány részeként vidékről 10 000 papíron küldték el üzenetüket, amiket kifüggesztettek a kancellária elé. Az egyik szervező arról beszél, hogy a kormány agrárpolitikája az olcsó tömegtermelésen alapul. Túl sok állatot zsúfolnak össze apró istállókba. Az agrárpolitika felülvizsgálatát követeli. A tüntetők petíciót juttattak el a szaktárca vezetőjéhez, amiben a környezet kizsákmányolásának megállítását, a gazdálkodók, termelők támogatását és következetes éghajlatpolitikát várnak el. Franciaországban is tüntetnek az emberek a hatalom visszaéléseivel szemben. A francia alsóházban már elfogadott törvénytervezet ellen tüntettek több francia városban, így a havas párizsi utcákon is ezrek vonultak szombaton. A globális biztonság nevű tervezet kifejezetten megtiltaná, hogy a rendőrökről olyan felvételek készüljenek, amik alkalmasak arra, hogy rossz színben tüntessék fel őket. A tüntetők és több civil szervezet szerint is, úgy mint az Amnesty International, ez megnehezíteni az újságírók és az állampolgárok számára a rendőri brutalitás eseteinek dokumentálását. A törvénytervezetet még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, és az előzetes hírek szerint lehet, hogy finomodik majd a szövege, mivel a szenátus több tagja is ezt várja el a beterjesztőtől. Párizsi nép, a sárga mellényesek tüntetése már évek óta kitart. Jobb együttműködésre lenne szükség, mondja az ENSZ is. Felszólalt a vakcinacionalizmus ellen az ENSZ főtitkára. António Guterres videóüzenetében szolidaritást és fokozottabb nemzetközi együttműködést kér az országoktól a járvány kezelésében, hiszen a vírusnak a világ minden pontján vannak halálos áldozatai. A világunk egy szívszorító mérföldkőhöz ért. A COVID-19 világjárvány már több mint 2 millió ember életet követelt. A koronavírus járvány hatásait pedig súlyosbította a globálisan összehangolt küzdelem hiánya. Most a több mint 2 millió lélek emlékére a világnak cselekednie kell. Sokkal nagyobb szolidaritást kell mutatnunk, itt az idő, fogalmazott az ENSZ főtitkára.
2021 világszerte növekvő esetszámokkal indult. A Johns Hopkins Egyetem adatai alapján naponta átlagosan csak nem 12 ezeren haltak meg az új év óta. Ráadásul egészségügyi szakértők további mutációk terjedésétől tartanak. Lengyel testvéreink, Lengyelországa is érdekes egy ország. Óriási vitát kavar, hogy Lengyelországban ismét megjelentetik a Mein Kampfot. Adolf Hitler ebben a kötetben összegezte világnézetét és politikai programját. A Lengyelországban most újra nyomott kötet szerkesztői azzal hárítják el a bírálatokat, hogy a Mein Kampf akadémikus, tehát tudományos ismeretterjesztő célokat szolgáló kiadása az áldozatok emlékének őrzését is szolgálja. Az utóbbi években felbukkantak nem hivatalosan kiadott példányok Lengyelországban. De az emberi hülyeség határtalan. Olaszországban betiltották a dohányzást. Lényegében betiltották a dohányzást kettől Milánó szabadtéri közterületein. Egy másik ember 10 méteres körzetében lévő nem gyújthat rá például villamos és buszmegállókban, a város parkjaiban és zöld területeken, játszótereken, temetőkben, stadionokban, sport és rekreációs célokat szolgáló létesítményekben. A város a járvány által egyik leginkább sújtott régió Lombardia központja, a levegője kimagaslóan szennyezett. Milánó az első olasz város, amelyben tiltják, hogy az emberek szabadtéren rágyújtsanak. A szórakoztatóipar is válságban van. Nagyon hiányoznak már nekünk is azok a koncertek. Annak lehetősége, hogy egy jó rockkoncerten lehessünk. A járvány miatt szinte teljesen leállt a koncert és rendezvényipar, ami a zenészeken túl a háttérben dolgozókat is nehéz helyzetbe hozza. Nekik gyűjt támogatást a januárban indult Save the Backstage nevű kezdeményezés. Fontos, hogy a szakma megmutassa, képes a szolidaritásra, hiszen jelenleg nem tudni, mikor és hogyan lehet újra koncerteket, fesztiválokat tartani. Persze, miközben az USA-ban is zajlanak az események, azért figyelemre méltó, hogy a könyvpiac erősödik. Nem úgy, mint nálunk. Beiktatták Joe Bident, de Donald Trump kitörölhetetlen nyomot hagyott Amerikában és az egész világon. Mit hagyott az Egyesült Államokat Trump, és mi az, ami biztosan változik mától? És az Egyesült Államokban évtizedes csúcsot ért el a könyvkiadás a járvány alatt, Magyarországon közben zuhant a forgalom. A pandémia hatása a könyvpiacra. A karantén könyvajánlók közül miénk volt az első? Az emberek nem kapnak egy büdös buznyákat sem a magyar államtól. Úgyhogy ez annyiban változott, hogy megbüntetnek, bezárnak. Tehát ez már nem játék. Tehát, hogy amiket bezárnak fél évre, akkor tényleg végez. Bértámogatást még egyáltalán nem kaptatok? Semmi. A novemberre is megkértük, decemberre is megkértük. Most januárban még egyszer elküldtük, hát csak nem kapták meg, de még csak egy visszaigazolás sem érkezik arra, hogy befogadták a papírt és dolgoznának vele. De most őszintén megkapnánk ezt a 50 és 100 ezer forintot, amit kértünk kb. Az egy megmaradt alkalmazottunkra, az egy porszem a sivatagban, tehát az nekünk nem segítség. Ezt így nem lehet tovább csinálni. Vagy engedjenek meg, hogy úgy megnyissunk, tehát úgy üzemelhessünk, hogy befogadjuk a fizetőképes vásárlókat, vagy fizessenek. Ez a bértámogatás is egy olyan, hogy valamit bedobunk a népnek, lehet rajta csámcsogni, de tudjuk, hogy érdemben ez nem segítség. Most jelenleg azért lázadnak, ebben az iparágban dolgozók, vezetők azért lázadnak, hogy még ezt sem kapták meg, és most ha odaadják nekünk ezt a bértámogatást, fogunk azzal szembesülni, hogy az semmi. És utána megint elkezdünk lázadni valamiért. Tehát én azt mondom, hogy ne is az ilyen kinyitásokért kezdjünk el nagyon tüntetgetni, hogy engedjék meg, mert megértem, hogy miért nem akarja az állam ezt engedélyezni, hanem most segítséget kapjuk meg. Tehát, hogy nem tudunk segítséget kérni csak az államtól, viszont hogyha ebben nem partner, akkor viszont engedjék meg, hogy kinyissunk, mert egyetlen helyről tudunk még segítséget kérni, az a vásárló. Tehát, hogy nem vághatnak emellett, hogy nem is segítünk,
de működjél és fizesd magadnak a működést, és legyél türelemmel, tehát ezt nem lehet. Nem lehet. Annyi észszerűtlenség van egyébként ezekben a korlátozásokban. Mert látjuk, hogy máshol mi van, példának mondta a kis üzletet. Igen, itt is. Tehát nonsense. Valamit úgy is ráhúznak, hogy ne kelljen kinyitni, úgyhogy mi azonnali reakciót várunk erre. Igen. Valamit. Nagyon elérni. Az lenne indokolt, igen, én is úgy tehát látom. Tehát csönd, azt kérik ugye, hogy legyünk türelmesek, az fontos, hogy mindenkit kérik, hogy legyünk türelmesek, csak a türelem az elfogyott már fél évvel ezelőtt. Hát úgyhogy a türelem nincsen. Igen, ugye a pénz is elfogyott, de ők azt mondják, hogy maradj zárva, vagy működjék korlátozottan, de fizess magadnak mindent, tehát ezt se lehet kérni. És ugye ebből adódóan mondtam azt, hogy azt főleg ne kérjék, hogy ezek után csöndben legyen az ember. Tehát azzal nem érünk el semmit. Az látszik, hogy ebből élnek az országok. Persze, a turizmus, vendéglátás az mindenhol. Igen. És ezt engedni kell. Vagy utána segíteni, talpra állni. Hát igen. És például egy bértámogatás az segítség annak, aki már be van zárva. Egy forintot nem kap bele, az nulla. Úgyhogy ez a mi helyzetünk, vagy nézőpontunk. Köszönöm szépen, hogy elmondták. Így van, ez már majdnem egy éve. Ez a családi vállalkozás is megsínyli természetesen a koronavírus okozta lezárásokat, hiszen már a tartalékaiknak is szinte teljesen a végén járnak. A Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként áll ki azok mellett, a vendéglátósok mellett, akik hasonló élethelyzetben vannak, és követeljük az észszerűtlen lezárásoknak a feloldását. Mert mi még mindig ott tartunk, hogy az emberek nem kapnak egy büdös buznyákat sem a magyar államtól a túlélésük érdekében. Amerika még csak lassan fogja fel, hogy mi történik vele valójában. De legalább tesznek valamit. Miközben Amerika keleti felén Washingtonban zajlott le Joe Biden beiktatása, anarchista csoportok erőszakkal tiltakoztak az új elnök hivatalba lépése ellen. A tüntetők ablakokat törtek be, házakat rongáltak meg, és anarchista szimbólumokat festettek a falakra. Nem Bident akarjuk, hanem bosszút, áll az egyik molinójukon, utalva a közelmúlt rendőrségi brutalitásaira. A rendőrség 8 embert letartóztatott. Közleményük szerint azért hajtottak kerékpárral a tömegbe, hogy megakadályozzák, hogy a tüntetők fegyvert használjanak. Füstgránátot azért vetettek be, mert több tüntető különböző tárgyakkal dobálni kezdte őket. És Afrikában sem jó a helyzet. Bár biztos, hogy a vakcinák mennyiségén fog múlni. Nagy a bizonytalanság minden esetre. Hatalmas nyomást helyez az afrikai országok egészségügyi ellátórendszerére a koronavírus járvány második hulláma. Eddig több mint 3,3 millió fertőzöttről tudunk, és sajnos 81 ezer embert elvesztettünk. A járvány első csúcspontja júliusban volt. Ezt decemberben meghaladtuk, és azóta még gyorsabban romlik a helyzet. Sokan belefáradtak a korlátozásokba, és az ünnepi időszak sok utazással, találkozással járt, mondta az Egészségügyi Virágszervezet Afrikáért felelős igazgatója. Miközben a fejlett országok már 40 millió adag vakcinához jutottak hozzá, Afrikába eddig gyakorlatilag nem érkezett oltóanyag. Az év végéig jó esetben a lakosság 30%-a kaphat védőoltást. Óvatosan mondom, de az első körben 30 millió dózisra számítunk, ezek márciusban érkezhetnek meg. Elsőként egészségügyi dolgozók és más kulcsfontosságú csoportok kaphatják meg az oltást, utána jöhet a többi védett csoport. A világ lakosságának 14%-át kitevő fejlettebb országok a vakcinakapacitások több mint felét kötötték le. Kanada lakossága ötszörösének elegendő dózisra kötött szerződést. Könyvek dolgában mi elég jól álltunk mindig. De most mi lesz? Megviselte a könyvesboltokat a járvány. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének felmérése szerint 2020 első 9 hónapjában a megkérdezett 59 könyvkiadó csak nem kétharmadának csökkent az árbevétele az előző év ugyanezen időszakához képest. Hogy sokakat tönkretett a járvány, ezért sem tudnak könyvre költeni. Ugyanakkor az olvasási kedv inkább nőtt a karantén alatt. A karantén idején ez egyfajta csodafegyver volt. Minőségi időtöltést jelent az olvasás, és egy jó mesekönyv órákra le tudja kötni a gyerekeket. Azokban a napokban, amikor a karanténban elkerülhetetlenül egy kicsit ugyanolyan minden nap, egy kicsit egy csíkúbb,
van telik az idő, akkor kijön a könyveknek talán a legnagyobb erőssége, ami az, hogy lehet, hogy mi magunk a négy fal között vagyunk, de egy könyv a fantáziánk révén odarepít minket, ahová csak akarjuk. Hollandiában éppen, hogy csak lemondott a kormány, és az emberek már tüntetnek. Tüzeket gyújtottak és kövekkel dobálták meg a rendőröket a hollandiai Eindhoven belvárosában a koronavírus járvány következtében elrendelt lezárások miatt tüntetők. Több alkalommal is összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt és vízágyukat is bevetettek. A jelentések szerint senki sem sérült meg, de a hatóságok legalább 30 embert letartóztattak. A több száz tüntető valószínűleg egy holland bevándorlás ellenes csoporthoz köthető. Az országban december közepe óta élnek a járvány terjedését akadályozó szigorú intézkedések, amelyek legalább február 9-éig érvényben maradnak. Nálunk Magyarországon 8 órától van kijárási tilalom. Hollandiában 9 órától, vagy fél tíztől, de azt sem viselik el az emberek. Azt mondják a hatalomnak, hogy menjetek a sunyiba, ne legyen kijárási tilalom. Hollandia szerte kirakatokat zúztak be, és autókat gyújtottak fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetők. Vasárnap annak ellenére több százan vonultak fel Amsterdamban és Eindhovenben, hogy a hatóságok minden gyülekezést betiltottak. A rendőrök csak könnygázzal és vízágyúval tudták feloszlatni a tömeget. A rendbontók viszont ekkor sem mentek haza. A kijárási tilalom 9 órai kezdetekor ismét ellepték az utcákat, és kövekkel dobálták meg a kórházakat, valamint a kiérkező rendfenntartókat. Az összecsapások során több mint 200 embert vettek őrizetbe. A romló járványmutatók miatt a holland kormány múlt héten vezetett be kijárási korlátozásokat. A döntés hatására már szombaton felgyújtottak egy tesztközpontot a közép-hollandiai Urkban. Pedig az intézkedés hatásos. Az utóbbi héten felére csökkent a napi fertőzöttek és a halottak száma az országban. A világ 10 leggazdagabb embere tudna segíteni az egész világ anyagi és oltással és egyébbel kapcsolatos problémáin. Akik most nem kapnak anyagi támogatást, és közéjük tartozunk mi is itt Magyarországon, azok legalább 10 évig nem fognak tudni kilábalni a problémákból. A társadalmi egyenlőtlenség súlyosbodására a megélhetési gondokkal küzdők és a mély szegénységben élők egyre kilátástalanabb helyzetére hívja fel a figyelmet a brit székhelyű nemzetközi segélyszervezet, az Oxfam éves jelentése. Az Oxfam nemzetközi igazgatója azt mondja, hogy abból az 500 milliárd dollárból, amelyet a világ 10 leggazdagabb embere keresett az elmúlt évben, a világon mindenkit be lehetne oltani, vagy meg lehetne akadályozni, hogy bárki is elszegényedjen a járvány miatt. Vagyis elképesztő különbségek vannak, teszi hozzá. A gazdagok pár hónap alatt talpra állnak a járvány miatti veszteségeikből, de a szegényeknek ez több mint egy évtizedig el fog tartani. Az Oxfam nemzetközi igazgatója arról beszél, hogy vannak kormányok, amelyek rengeteget tesznek a rászorulókért, de világviszonylatban hatalmasak az eltérések. Az egyik jó példa Dél-Korea, ahol nagyon hamar felvették a harcot az egyenlőtlenség növekedésével, emelték a minimálbért, sok pénzt költöttek az egészségügyi ellátórendszerre és az oktatásügyre is. Extra munkanélküli segélyt nyújtanak, hogy pénzt nyújtanak, pénzt juttatnak közvetlenül az állampolgároknak a zsebébe. Ugye erre egy kiváló példa, Hongkongban az történt, pár hete volt ez az intézkedés, hogy minden 18 év feletti állampolgár kapott 400 ezer forintnak megfelelő összeget. Tehát itt oda rakták a bankszámlájára konkrétan. Tehát, hogy ilyen intézkedések is simán elképzelhetőek, de hát ez nagyon sokba kerül. Ez azt jelenti, hogy az államnak a kiadásai egy ideig nagyobbak lesznek, mint a bevételei, de ez is fontos ahhoz, és ez is szükséges ahhoz, hogy életbe tartsuk a gazdaságot.
És itt van Új-Zéland is, a járványkezelés ott maga a tökély. Tekintettel van a lakosság jólétére, a gyermekek ellátására, az oktatásra, általában arra, hogy a gazdaság mindnyájukat, ne pedig a GDP statisztikát szolgálja. A Davoszi Fórumon is központi téma a járvány által leginkább sújtottak tömeges lecsúszása, ami párhuzamos a tehetős milliók további meggazdagodásával. A nemzetközi pénzintézetek ugyanis horribilis támogatást nyújtanak, és ez jelentős hasznot hajt a pénzpiacokon. Tehát lemondott az olasz kormány, a hollandok meg nem hagyják magukat. Lemond az olasz miniszterelnök. A kormányfői hivatal tájékoztatása szerint Giuseppe Conte kedd reggelre kabinetülést hívott össze, amelyen tájékoztatja minisztereit a döntéséről, majd benyújtja lemondását Sergio Mattarella államfőnek. Újabb zavargások voltak több holland városban, és a koronavírus járvány miatt szombaton bevezetett kijárási korlátozások ellen hétfőn este. A tüntetők üzleteket fosztottak ki, barikádokat emeltek, autókat gyújtottak fel Amsterdamban és Rotterdamban is. Hollandiában szombaton lépett életbe este 9-től reggel fél 5-ig az éjszakai kijárási korlátozás, hogy lassítsák a járvány terjedését. A 17 milliós országban továbbra is napi 5000 körül van az új fertőzések száma. A járvány kezdete óta 13,500-en haltak meg a betegségben. A hollandok többsége elfogadja a korlátozásokat, a hangos kisebbség törzúz. Hollandiában a bíróság jogellenesnek ítélte az éjszakai kijárási tilalmat, és arra szólította fel a kormányt, hogy azonnal oldja fel a korlátozást. A Hágában ülésező bíróság ítélete szerint a Hollandiában jelenleg érvényben lévő kijárási tilalom megsérti a mozgási és a gyülekezési szabadságot. A kijárási tilalom csak nagyon sürgős és kivételes esetben léptethető életbe, a jelenlegi járványhelyzet pedig nem számít ilyennek. Így a holland kormány visszaélt a veszélyhelyzet adta hatalmával, áll az indoklásban. Az ítélet egy vírustagadó csoport panasza alapján született. De az sem könnyű megérteni és elviselni, ami Ausztráliában történik. Ott egyszerűen olyan szigorú intézkedések vannak érvényben már tartósan egy jó ideje, amelyek szinte indokolhatatlanok. Spanyolországban is komoly károk és gondok vannak. De ott az az egyik probléma, hogy a támogatás lassan érkezik meg. De megérkezik, csak nem eléggé gyorsan. Értitek? Nálunk meg nincs is semmiféle támogatás. Megkapod a fideszesektől a beosztásodat. De hogy nincsen, banki bőfű. Nincsen semmi. Tehát a pénzről van szó. Nem arról, hogy ilyen-olyan járulékfizetési kedvezmények, meg mit tudom én, miféle hülyességek. Pusztító erővel csapott le Spanyolországra a Filomena vihar hetekkel ezelőtt. Az Euronews riportere Carlos Marlaska azt tapasztalta, hogy a gazdálkodók a spanyol kormányt hibáztatják, mert lassú a megígért segélyek folyósítása. A kistermelők és a mezőgazdasági termelők szakszervezete szerint a fagyos vihar után 16 millió eurónyi gyors segítségre van szükség. Mónika Álvaro szakszervezeti képviselő szerint a támogatási formával már a Filomena előtt is gondok voltak. Aki mezőgazdaságból él, nagyon függ a rendkívüli helyzetektől. Ha hirtelen keletkezik túl nagy kár, a segítségnek is hamar kell érkeznie. A gazdálkodók profitja túl kicsi ilyen nagy károkhoz képest.
A madridi régió hatósági összesítése alapján a becsült viharkár elérheti a 46 millió eurót Spanyolország középső részén. Tiltakozás üzenete, és a miniszterelnöknek oda kell figyelnie. Már Indiában is azt mondták az emberek, hogy elég volt. Sem a rendőrségi kordonok, sem a könnygáz nem rettentett el több ezer tüntetőt az indiai Delhiben, akik a történelmi negyedbe, a Vörös Erődhöz akartak vonulni, a köztársaság napja elnevezésű nemzeti ünnepen. A kezdetben mezőgazdasági demonstráció dühös kormányellenes tiltakozásra erősödött. Egy punjabi gazda szerint a traktorok a politikai változás, sőt a forradalom jelképeivé váltak. A rendőrök végül csak kemény harc árán tudták visszatartani a feldühödött tüntetőket, hogy áttörjék a történelmi negyedet védő biztonsági blokkádot. Egy állattenyésztő szerint egyértelmű a tiltakozás üzenete, és a miniszterelnöknek oda kell figyelnie a gazdákra. Nem tartható tovább a szélesedő szegény rétegek kihasználása. Vidéki termelők tízezrei vertek tábor Delhi szélén, a tüntetők nem akarnak hazamenni, amíg nem veszik komolyan őket. A tiltakozást egy novemberi törvény robbantotta ki, ami hátrányosan érinti a mezőgazdaságból élőket. Az ENSZ felmérése szerint a világjárvány közepette, vagy annak ellenére is, az emberek többsége a klímaváltozást sokkal súlyosabb problémának tartja, mint a járványt. Az emberek többsége a klímaváltozást tartja a legfenyegetőbb veszélynek a koronavírus járvány közepette is. Ez derül ki az ENSZ fejlesztési hálózatának nemzetközi közvéleménykutatásából, amely 50 ország összesen 1.200.000 lakosának megkérdezésével zajlott. A kutatóknak sikerült bevonniuk a nehezen elérhető társadalmi csoportokat is. A gyerekeknek például telefonos játékprogramokon keresztül küldtek felhívást. Muszáj, hogy találjunk globális stratégiát a légkör felmelegedése ellen. A válaszadók 64%-a gondolja úgy, hogy a Föld légkörének átalakulása katasztrófa közeli helyzetet teremt. A megoldás 4 stratégiai eleme kapta a legtöbb szavazatot. A termőföld és az erdőségek védelme, a fosszilis energiahordozók lecserélése megújuló energiaforrásokra, klímabarát mezőgazdaság kialakítása, mindemellett sok pénzt kell költeni zöld vállalkozások és munkahelyek támogatására. Jó hír, hogy az Egyesült Államok visszatér a 2015-ös párizsi klímaegyezményhez, csak hogy az aláíró államok többsége sehol sem tart vállalt kötelezettségei teljesítésével. Eközben az uniós diplomácia még szorosabbra venné a határidőket. Közben a vendéglősök, a kisvállalkozások küzdenek az életben maradásért, de támogatásra nem számíthatnak itt nálunk. Vannak vendéglátóhelyek, amelyek a tiltás ellenére is kinyitnának, mások viszont inkább a beígért bértámogatást kérik számon a kormányon. A támogatáshoz szükséges összes papírmunkát elvégezték, mindent beadtak a megfelelő helyre, ennek ellenére az ígéretből nem lett semmi. Támogatást egy fillért nem kaptunk, se a tavaszi hullám alatt, és sem az őszi, vagyis a második hullám alatt. Tehát novembertől meghirdetett bértámogatási program, ami piszok jól hangzik, és a bérköltségek, illetve a bérek felét átvállalja az állam. Ez jól hangzik, de ebből egy forint nem érkezett még be a számlánkra. A 14 főt foglalkoztató vállalkozás bevétele a tizedére esett vissza a korlátozások miatt. Hónapok óta csak elvitelre dolgoznak. Az étterem vezetője ennek ellenére nem bocsátott el senkit, hitelt vett fel, és jótékonyságból hajléktalan szállókon élőknek is főznek. Semmiféle bértámogatást nem kapott ennek a normafai étteremnek a vezetője sem, pedig az valódi segítség lenne, ellenben az iparűzési adó könnyítéssel. Az iparűzési adót májusban és szeptemberben kell fizetni, és a cégek alapvetően a árbevételük arányában szokták fizetni. Ha be vagyunk zárva, akkor az árbevételünk kevesebb, tehát nem az iparűzési adó lenne a megoldás.
Nem csak a vendéglátóhelyek vannak bajban. A turisztikai szektorban az idegen vezetők mellett a budapesti városi sétákat szervező cégek sem kaptak semmilyen támogatást, noha november óta tevékenységet nem végezhetnek. Nem tudtunk bezárni, hiszen vannak fix költségeink, vannak alkalmazottaink, vannak bérleti díjak, vannak szerződéseink, ezeket teljesítenünk kell. Emellett viszont sétákat nem szervezhetünk. A vendéglátósok szerint a legnagyobb baj, hogy a kormány részéről csak kapkodást látnak, az érdemi segítségnyújtás viszont elmaradt. És Orbán Viktorék sikernek tekintik, hogy betartottak az uniónak. Lehet. Pedig az az ő igazi sikerük, hogy nem mondtak le. Nekünk ez a kárunk, nekik pedig ez kétségtelen diadal, hogy a fenébe tudtak még hatalomban maradni. Hatalmas győzelemként értékelte a magyar kormány az uniós költségvetés és a jogállamisági mechanizmus vitájában született csütörtöki megállapodást. Magyarország érdekeit megvédtük, a partra szállás sikerült. A Fidesz több politikusa is hasonló nyilatkozatot tett pénteken. Kubatov Gábor egészen odáig ment, hogyha a trianoni békeszerződést Orbán Viktor tárgyalja, az Antant országainak felét Magyarországhoz csatolják. A megállapodás híre még a koronavírussal foglalkozó kormányzati tájékoztató honlapon is megjelent. Az ellenzék viszont Orbán visszavonulásáról beszél a kompromisszum kapcsán, és a Political Capital szakértője szerint sem egyértelmű a magyar-lengyel tengely győzelme. Gyakorlatilag az történt, hogy egy olyan megállapodás született, amit mindenféle el tud adni győzelemként, viszont én úgy gondolom, hogy alapvetően Magyarország és Lengyelország nem ért el annyit, mint amennyit előzetesen szeretett volna, tehát a jogállamisági mechanizmus az gyakorlatilag maga a szövege változatlanul megmarad. A Corvinus docense úgy látja, teljes körű kompromisszum született. Láttuk, hogy az Európai Parlament nagyon keményen képviseltette az érdekeit. Bizonyos tagállamok, északi tagállamok nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy ez a bizonyos jogállami mechanizmus ez bent legyen az új szabályrendszerben. És hát a kelet-európai országok is, Magyarország és Lengyelország is megkapta azt a sajtszeletet, amihez szüksége volt ahhoz a kompromisszumnak, hogy egyáltalán működni tudjon. Az Euronews által megkérdezett járókelők pragmatikusan vélekedtek a magyar kormány hozzáállásáról és a megállapodásról. Kompromisszum, igen. Az kellett, hogy legyen. Amit még Angela Merkel elfogadhatónak tartott. Előzetesen egyeztettek, ez arra utalt. Ezzel a felhajtással attól tartok, hogy nem túl jó hírét keltett a Magyarországnak. A megállapodást várhatóan az Európai Parlament is elfogadja. A bizottság pedig már bejelentette, hogy nem fogja alkalmazni a jogállamisági mechanizmust addig, amíg az EU bírósága át nem vizsgálja a teljes joganyagot. Ez azonban nem biztos, hogy hosszas késedelmet jelent. Az Európai Bizottság alelnöke Vera Jourová szerint a bírósági döntés akár hónapok alatt is megszülethet. Tehát így a brüsszeli vétó után Magyarországon nem csak jogállamisági problémák maradnak, de a jóléti állam sem fog soha kiépülni így. Hát nem. A bizalmatlanságot mindenféle nemű, eredetű és társadalmi családi hátterű ember osztja. Az elrettenthetetlen oltásellenesek a bizonytalankodókból próbálnak hasznot húzni. Van, aki politikai vagy társadalmi befolyást szerezne, mások a gyógyszerlobbi vagy a vegán piac révén keresnének pénzt. De kik ezek az oltásellenesek, és mi az üzenetük? Közben a vírustagadás is felütötte a fejét, és az emberek kezdik kinyilvánítani, hogy mennyire hülyeségnek tartják ezt az egészet. Bill Gates vakcinái nagy járványokat okoztak bizonyos országokban, mint például Indiában, ahová a gyermek bénulás elleni oltásait vitték. Ott 450 ezer gyereket oltottak be ezzel. Kenyában pedig több ezer fiatal nőt sterilizáltak így.
Van bizonyíték arra, amit mond. Ezeket a megalapozatlan véleményeket a szélsőséges oltásellenesek széles körben osztják, akiknek visszatérő témái között vannak antiszemita állítások, valamint a szabadkőművességgel, sátánizmussal, kabbalával, kapitalizmussal és nagy gyógyszeriparral kapcsolatos összeesküvés elméletek. Éppen csak felfedeztem a koronavírust, mint ön is. Más emberek azonban már kutatást is készítettek egy vakcinával kapcsolatban. Már maga Pasteur is jegyzett be szabadalmakat a koronavírusra és a Covidra. A vakcina rászedés, az emberek lassan felismerik, hogy átverik őket. Súlyos fát, hogy az oltóanyagok átverések. Tudom, az a baj, hogy nem lehet más szóval illetni őket. Egy olyan termékről beszélünk, ami nem működik, és mellékhatásai vannak. Még ha be is oltanak, akkor is el lehet kapni a vírust. Senki nem segít, mondjuk úgy, az ügyfélszolgálaton. Hogyan nevezni ezt? Már itt mintegy 12 ezeren követik a közösségi médiában. Azt mondja, hisz abban, hogy a jövőben elterjed majd a vakcina ellenesség. Olyan lesz, mint más botrányok, amelyeket a múltban megtapasztaltunk, mint például az aszbesztügy, ahol sok idő kellett ahhoz, hogy beismerjék, probléma van vele. Ugyanígy a dohánytermékekkel. Úgy vélem, az oltásokkal is ugyanez fog történni. A vonalak néha elmosódnak a hezitálók és az elkötelezett oltás ellenesek között. Jeremy Ward szociológus, a vakcinaszkeptikusok szakértője. Meg kell őket hallgatni, és komolyan kell venni az emberek kétségeit. Nem szabad engedni az első impulzusnak, hogy nyíltan elutasítjuk ezeket az állításokat, félrelökjük őket, mint valami hisztériás anyukát, ennek az összes szexista következményeivel együtt. Mi több, nagyon fontos, hogy ne hagyjunk hamis információkat válasz nélkül terjedni. Még akkor sem, ha csupán annyit tudunk mondani, hogy azzal az adott témával kapcsolatos jelentés már készülőfélben van. Végül pedig a kommunikációval egy időben átláthatóságra van szükségünk. Biztosítani kell a hozzáférést a mellékhatásokról és a nem kívánatos hatásokról szóló tanulmányokhoz. A hatóságok egyre inkább törekednek az átláthatóságra. Magyarországon azért nem kaptak pénzt az emberek, azért nem kaptatok ti sem, mi sem, senki itten, mert a kormány, a magyar állam, az Orbán Viktor és környezete zsebre tette. Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országai között van a Transparency International 2020-as korrupcióérzékelési indexe szerint. Hazánk Romániával és Bulgáriával holt versenyben végzett az utolsó helyen, az élen a skandináv országok állnak. Az elmúlt 9 évben Magyarország a régiós középmezőnyből a lista aljára zuhant. A Transparency azt is kiszámolta, hogy ennek milyen gazdasági következményei vannak. Hogyha a közbeszerzések túlárazását tekintjük a modell egyik feltételének, a másiknak pedig a letelepedési államkötvények által okozott becsült kárt, tehát csak ezt a két feltételt, nem többet, csak ezt a kettőt, akkor is azt lehet mondani, hogy nagyjából 1%-ponttal rosszabb a magyar gazdasági teljesítmény 2019-ben és 2020-ban, mint ami lehetett volna. A jelentésről szóló panelbeszélgetés résztvevői szerint, bár a kormány tesz gazdaságfehérítő lépéseket, a baráti nagyvállalatokhoz rengeteg közpénz kerül, és ezen a járvány sem változtatott. A gazdaságvédelmi csomagnak körülbelül az egyharmadát költötték gazdaságvédelemre, és kétharmadát nem, és ez 2200 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy minden egyes magyar ember az átlagbér összegét 220 ezer forintot adományozott a tavalyi évben Mészáros Lőrincnek és barátainak. Egy négytagú család meg közel 1 millió forintot. Hát azért ez már látható összeg. A hatalmas építkezéseknek a műemlékvédelem sem állhat útjába. A hatalommal jó viszonyt ápoló cégek sorra nyerik el az óriási közbeszerzéseket, a kivitelezés végső ára pedig sokszor jóval meghaladja a tervezettet. Az egyik legújabb állami gigaberuházás a Népligetnél épülő 100 milliárdos kézilabdacsarnok. Az új stadionokról sokaknak egyből a korrupció jut eszébe, és az építkezések a járvány ellenére sem álltak le. Tavaly március óta a kormány több pénzt csoportosított át a sport és az egyházak támogatására, mint az egészségügyre. Magyar Ádám,
Euronews, Budapest. És ebbe, Panyek, nem tud belebukni egy kormány, a magyar kormány. A Gyurcsány jobb volt? Miért a Gyurcsány jobb volt? Hogy ezek nem tudnak belebukni. Miért a Gyurcsány jobb volt? Hát Isten őriz, hogy a Gyurcsány vagy az Orbán. Ezt tudod, ez az állandóan visszatérő szólam, amit ilyenkor szoktak a fideszesek. Miért a Gyurcsány tán jobb volt? Tehát, tudtok ti arról, hogy micsoda jogos elégedetlenség van Európa szerte, világszerte? Bécsben betiltották a felvonulásokat, vasárnap este mégis mintegy... Több száz tüntetőt vettek őrizetbe a hétvégén Ausztriában, Belgiumban és Hollandiában, akik a járványügyi korlátozások eltörlése mellett álltak ki. Európa szerte növekszik az elégedetlenség, miután már csaknem egy éve alig lehet kimozdulni, utazni, tartani a kapcsolatot másokkal, és ez az érintett iparágakra is pusztító hatással van. Bécsben betiltották a felvonulásokat, vasárnap este mégis mintegy 5000-en gyűltek össze a Mária Terézia téren. A demokráciáért tüntetek, a politikai felvonulások és demonstrációk eltörlése az 1934. februári eseményekre emlékeztetnek, véli ez a tüntető. A brüsszeli rendőrség többeket letartóztatott, így próbáltak megelőzni két nem engedélyezett tüntetést. A világon Belgiumban az egyik legmagasabb a koronavírus miatti halálozások száma lakosság arányosan. Ugyanakkor sokan úgy érzik, itt az ideje feloldani az október óta tartó korlátozásokat. Azért vagyok itt, mert úgy vélem, hogy egyáltalán nincs rendben, ami itt zajlik, csupán egy olyan vírus miatt, ami nem is öl meg olyan sok embert, mondja ez a diák. Az embereket pedig kivéreztetik, akik nem tudnak dolgozni és pénzt keresni, ezt nem találom normálisnak. Belgium szomszédjában, Hollandiában is elfogyott a türelem. Vasárnap Amsterdamban a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, ezzel meghiúsítva egy főleg békés, de nem engedélyezett demonstrációt. Szlovéniában amiatt tüntettek, hogy az iskolák 10 hetes zárvatartása után két régióban egy hetes nyitvatartást követően ismét bezárták az oktatási intézményeket. Ennek a lánynak annyira igaza van, hogy azt nem is lehet kellőképpen hangsúlyozni. Azért vagyok itt, mert úgy vélem, hogy egyáltalán nincs rendben, ami itt zajlik, csupán egy olyan vírus miatt, ami nem is öl meg olyan sok embert, mondja ez a diák. Az embereket pedig kivéreztetik, akik nem tudnak dolgozni és pénzt keresni, ezt nem találom normálisnak. Az elszegényedés fenyeget sokakat, mindannyiunkat egyébként. Kivéve azokat, akik szállodát nyitnak Tihanyban. Azokat biztos nem. Kivéve azokat, akik szállodát tudnak nyitni Tihanyban. Szóval ezen a problémán lehetne segíteni úgy, hogy pénzt kellene adni az embereknek. Egyre súlyosabb szociális válság fenyegeti Európát a koronavírus járvány miatt. A szegénységi küszöbön élők számára néhány hónapnyi nélkülözés is elég a tartós lecsúszáshoz. Raymond Jacquet egy brüsszeli nyugdíjas, eddig egy piacon árult könyveket jövedelem kiegészítésként. Mára ez kiesett, és a pénzhiánynál is nehezebben viseli a magányt. A szegénység nem csak a pénzre értendő, hanem a társaságra is. A szociális szegénység nagyon súlyos dolog, szükségük van a kapcsolatokra, különben elszigetelődünk, és egyedül halunk meg a szobánkban. Egyedül élek egy 400 eurós bérlakásban, és attól tartok a végén, egyedül halok majd meg. A férfi az összes felesleges kiadásáról lemondott már. Nem vesz könyveket, nem jár autóval. Lényegében minden pénze az élelemre megy el. Valamelyik nap vettem egy giroszt, 6,5 euróba került. Ez már komolyan megterhelte a költségvetésemet. Néha meg lehet tenni, de általában csak tojást, krumplit és paradicsomot veszek, másra nem telik. Mais on ne sait pas faire autre chose.
A férfi az ősszel elkapta a koronavírust, otthonában egyedül gyógyult, bár mára képes ellátni magát, azóta is gyenge. Borzasztó és szomorú a helyzet. Néha összeesek, beleesek a karosszékembe, és azon tűnődök, hogyan fogok felállni. Az Európai Unióban a 2008-as gazdasági válság óta eltelt időszakban nem csökkent a szegénység mértéke. Jelenleg az emberek 21%-át fenyegeti a nélkülözés. Az ENSZ jelentéstevője szerint súlyos válság közeleg Európa felé. Tudjuk, hogy a válságok általában két hullámban érkeznek, már így is rengeteg ember veszítette el a munkáját hónapokra, és közülük sokan voltak kiszolgáltatott helyzetben. Ha lesz egy második csődhullám, akkor már nem számíthatunk ennyire nagylelkű állami segítségre a cégek számára, és akkor rengeteg vállalat megy majd tönkre. Arra számítunk, hogy az év végére drámai mértékben megnő majd a szegénység, mondta az ENSZ szakértője. Ezen közben az Orbán kormány beszerezte nekünk a drága, nagyon drága, és ellenőrizetlen oltóanyagokat. Amúgy ez is igaz. A magyar kormány az Európai Gyógyszerügynökség kikerülésével vásárolt az orosz és a kínai vakcinából, a kínai szer esetében pedig az itthoni vizsgálat alól is felmentést adott a kormány. Az Európai Bizottság szóvívője a Népszavának azt mondta, nem ismernek egyetlen uniós országot sem, amelynek a törvényei megengednék, hogy a szakmai szervezetek vagy hatóságok semmilyen ellenőrzést ne végezzenek a rendkívüli engedélyezési eljárás során. A magyar gazdagok pedig még gazdagabbak lettek ezen közben. És az ő többségük, lásd Mészáros Lőrinc is, az Orbán Viktor és köreihez tartoznak. A koronavírus járvány ellenére is jól ment a magyar milliárdosoknak tavaly. A Forbes magazin összeállítása szerint a leggazdagabb magyar 480 milliárdos vagyonával Mészáros Lőrinc. Őt Csányi Sándor követi a listán. Vajna Tímea és Schmidt Mária is az 50-es listán van, ők örökség révén kerültek be a milliárdosok klubjába. Teljes biztonsággal kell kezdenem, tehát én a többségi tulajdonosa vagyok a tulajdonosnak. Tűzhelyeket és kandallókat gyártó cégének bővítési ünnepségén beszélt terveiről Mészáros Lőrinc. Ez 3 évvel ezelőtt volt, azóta jelentősen nőtt a vagyona. Válása ellenére a legutóbbi évben a koronavírus járvány alatt mintegy 70 milliárddal gazdagodott, így mostanra a Forbes magazin szerint csaknem 480 milliárdos vagyonával a leggazdagabb magyarnak számít. Csányi Sándor annak ellenére második, hogy a járvány keményen érintette az OTP árfolyamát, vagyona egy év alatt 25 milliárd. Hízott. Először került dobogós helyre Veres Tibor, Wallis tulajdonos. Ő 3 helyet ugrott előre, csaknem 259 milliárdos vagyonával. Az idei lista vesztese Gattyán György, akinek stagnált a vagyona 245 milliárd körül, ezzel a 3.-ról a 6. helyre csúszott vissza. Két családtaggal a 4. és a 7. helyen került be az élmezőnybe az orosz-magyar Rahimkulov família 2 OTP és MOL részvényben, valamint ingatlanban utazó tagja is. Az első 10-ben még belefér Demján Sándor özvegye és családja, akik Szíj Lászlót, a Duna aszfalt tulajdonosát előzik meg. A Forbes vezető szerkesztője szerint 3 nő is a milliárdosok között van. Demján Sándor özvegye, illetve a családja, Vajna Tímea és Schmidt Mária mind a 3-an örökléssel jutottak a vagyonukhoz. Tehát olyan self-made női milliárdosunk még mindig nincs, amilyen milliárdosan ugye a régióban már több országnak van. A 39. helyen lévő Vajna Tímea több mint 38 milliárdos vagyonával megelőzi Schmidt Máriát, akinek 35 milliárdja a 42. helyre elegendő. A már 20 éve a leggazdagabb magyarok százas listáját összeállító Szakonyi Péter szerint mindig a közhiteles nyilvános cégadatok alapján dől el, ki hova kerül a listán, ugyanis sokan nem árulnak el részleteket a nyilvántartásokban nem szereplő vagyonukról. A cégadatok egyrészt nem tükrözik a teljes gazdagságot, másrészt manipulálhatók. Harmadrészt nem tartalmazzák a külföldön levő cégek, cégtulajdonok, vagyonok nagyságát sem. A Wieser alapító Várady József 36 milliárddal a 40. helyet foglalja el. A G-nap után kegyvesztett Simicska Lajos csaknem 40 milliárd forintos vagyona a 37. helyre elegendő a Forbes listáján.
Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a DK Rogán Antal ellen, a miniszter felesége és családjának állítólagos milliárdos kölcsönügyletei miatt. A párt azzal indokolta az eljárás létjogosultságát, hogy a sajtóban megjelent hírek alapján Rogán Antal felesége és annak családja egy hitelfelvétel révén 1022 hektár földet szerezhet meg 1,6 milliárd forintért. A DK szerint az országnak joga van tudni, hogy a miniszter felesége és családja hogyan juthat mindössze 5%-os önrésszel több mint 1,5 milliárd forintos hitelhez. Még Moszkvában is tüntetnek. Szerintem már láthattuk, hogy a világon mindenhol. Az elmúlt időszakban tapasztalt brutális rendőri fellépés ellenére százak mentek ki keddeste az utcára tiltakozni az Alekszej Navalnyi írarót börtönbüntetés ellen Moszkvában. Nem helyes, hogy Alekszej Navalnyit elítélték. Ha a hatóságok és a bíróság így fog viselkedni, akkor ez az ország soha nem lesz szabad. Mindjárt bennünket is végigvernek a gumibottal, de kijöttünk, mert azt akarjuk, hogy a gyerekeinket már ne verjék, mondta az egyik tüntető. Most sem maradt el a kemény hatósági fellépés. A rohamrendőrök nem csak gumibottal, hanem sokkolóval is kényszerítették a tüntetőket. Moszkvában és Szentpéterváron több mint 1400 embert vettek őrizetbe. Nálunk az Orbán kormány véleménye szerint nincs pénzosztás, munkanélkül nem kaphatsz egy vasat sem. Konkrét pénzügyi támogatásra van szüksége a vállalkozásoknak az életben maradáshoz. Az angolok persze adtak pénzt, és elég sok helyen a lakosságnak. És ezeket a pénzeket mára, már ez idő szerint az ottani emberek meg is kapták. A londoni kormány megtéríti a munkáltatóknak a járvány gazdasági hatásai miatt munkanélkül maradt alkalmazottaik bérének 80%-át, ha a cégek nem bocsátják el őket. A kötelezettségvállalás, amely nem csak a vendéglátóhelyekre vonatkozik, havi 2500 font munkabérig terjed. Pedig Portugáliában is tudnak pénzt adni az embereknek. Egy több mint 9 milliárd eurós mentőcsomagot jelentett be a portugál kormány a koronavírus járvány káros hatásainak ellensúlyozására. A magyar GDP nagyjából 5%-ának megfelelő összeget többek között a turizmusban és a vendéglátó szektorban tevékenykedő vállalatok megsegítésére fogják költeni. A célokról az ország pénzügyminisztere beszélt. Itt az ideje olyan megoldásokról gondolkozni, amelyek mindenek előtt a vírus feltartóztatását és kezelését szolgálják. De közben a cégek likviditását is garantálni kell, főleg a kis és közepes vállalkozásokat kell védeni. Támogatni kell a dolgozókat és a családokat, akik már most is érzik az intézkedések hatását, mondta Mário Centeno. A hatalmas összegből a textilipar kisegítésére és egy ideiglenes adócsökkentésre is jut pénz. Görögországban, Magyarországhoz hasonlóan a hiteltörlesztések felfüggesztésével is próbálják óvni a háztartásokat a koronavírus okozta válság hatásaitól. Az összesen majdnem 4 milliárd eurós mentőcsomagban szerepel bizonyos adónemek felfüggesztése is, a kormány pedig 800 eurót ad annak a nagyjából 500 000 dolgozónak, akinek a rendkívüli intézkedések miatt szünetel a munka végzése. Aténa szappan a fertőtlenítő és a szájmaszk áfáját is csökkentette. És az Amerikai Egyesült Államokban is tudnak pénzt adni az embereknek. A pénzpiacot nem nyugtatja meg a kormányok válságkezelése. A mértékadó tőzsdeindexek továbbra is lejtmenetben, és az olaj árfolyama is tovább esett szerdán. Pedig Washington az amerikai történelem legnagyobb értékű pénzügyi mentőakcióját tervezi 1000 milliárd dollár értékben, amelyhez hozzájön még 300 milliárd dollárnyi adókönnyítés is. Gigantikus összegű mentőcsomagról állapodtak meg egymással a Fehérház és az amerikai szenátus vezetői. A szenátus a republikánus frakciójának vezetője Mitch McConnell szenátor az amerikai történelem eddigi legnagyobbjának nevezte a mentőcsomagot, mely értelmében mintegy 2000 milliárd dollárt fordítanának, főként a koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítésére. A mentőcsomagot a szenátus már szerdán megszavazhatja.
és többek között a franciák, az olaszok és a németek is adnak pénzt az embereknek. A gazdasági hatások még sokáig jelen lesznek a társadalmakban. Magyarországon leáll az Audi és az Opel is, Franciaországban pedig a Renault üzemei. Az óriás vállalatok kiesése visszaveti a gazdaságot. A francia GDP akár 1%-ot is csökkenhet. Rendkívüli intézkedések keretében elhalasztjuk a társadalombiztosítási díjak és az adók befizetését, és 300 milliárd euróig garantáljuk a bankhiteleket, jelentette be Emmanuel Macron. A francia pénzügyminiszter is meghirdetett egy 45 milliárd eurós csomagot, amelyekkel a cégeket és a munkavállalókat segítik, valamint ő közölte azt is, hogy adott esetben élnek az államosítás lehetőségével is. Ezt a lépést az olasz kormány már meg is tette az Alitalia esetében. Újra állami tulajdonba vették az évek óta adósságokat halmozó légitársaságot. Olasz sajtóértesülések szerint a római kormány 600 millió euróval támogatja a légitársaságokat, javarészt az Alitaliát. Európa gazdasági motorja, Németország már a múlt héten bejelentette a magas segélyprogramját, amit a pénzügyminiszter gazdasági páncélökölnek nevezett. Az ország második világháború utáni történelmének legnagyobb gazdasági élénkítő programja 550 milliárd eurót mozgat meg. A háború után az Egyesült Államok által indított Marshall-terv mai értéken számolva 128 milliárd eurónyi pénzből indította be a teljes európai gazdaságot és újjáépítést. De vajon miért is nem ad a magyar kormány, az Orbán kormány pénzt az embereknek? Mert genyószívó, destroy! Vagy van egy hibás gazdaságpolitikai kormányzás, vagy ne agyisten, van egy háborús helyzet, mondjuk az első vagy a másik világháborúban. Ezeknek a gazdasági kihatásait viszonylag pontosan lehet prognosztizálni. Annak, ami most történik, hogy ennek pontosan mi lesz a gazdasági kihatása, itt nem csak a magyar kormány, szerintem egyenlőre mindenki nyomozza a labdát. Azért azt is érdemes látni, hogy a magyar miniszterelnök furcsa mód katonai diktatúrázás ide vagy oda, tehát azért érdemes lenne arra is majd pár szót vesztegetni, ami ennek a krízisnek a gazdasági társadalmi leágazása, ahol Orbán Viktor megint csak nem hazudtolta meg magát. Tehát, hogy Orbán rendes szecsörista liberálisként továbbra is tartózkodik attól, hogy az embereknek pénzt adjon, miközben itt 100 000 számra fogják olyan emberek elveszíteni, vagy már veszítették is el az állásukat, akiknek zéró tartalékuk van. Én egyetlen dolgot nem bírok egyszerűen fölfogni Orbánnak a gazdaságtársadalmi politikai lépéseiben itt a kríziskezelést illetően, hogy én értem, hogy alapvetően mondom, rendes szecsöristaként csak munkáért akar pénzt adni. Tehát mondom, én azt értem, hogy Orbán rendes neoliberálisként nem szeret pénzt adni az embereknek munkanélkül. Díjakat miért nem emelik meg drasztikusan most pont egy járvány helyzetben, amikor tömeges munkanélküliség fenyeget, ez számra egyszerűen felfoghatatlan. Az viszont, hogy az elmúlt 10 évben először ennek a kormánynak szembe kell néznie egy mélyülő társadalmi gazdasági krízissel, ez azzal, hogy egyoldalúan a német autógyárakra tekerte fel a magyar gazdaság szerkezetét az elmúlt 10 évben. És látjuk ugye, hogy német autóipari központok döntenek valahogy, az önmagába recesszióba dönti a magyar gazdaságot. Úckodik attól, hogy a tartalékok nélküli ellehetetlenült családok számára valamilyen transfert juttasson. Ez nagyon könnyen lehet, hogy alapjaiban tudja megrendíteni a Fidesznek a legitimitását, függetlenül ettől az egész közjogi trükközéstől. Egész egyszerűen ebben tetszik, nem tetszik, Orbán egy dogmatikus neoliberális. A jegybank is bezsákolt magának épp elég tartalékot, jövedelemhez, transferekhez lehetne juttatni az embereket, akár úgy is, hogy átmenetileg például az álláskeresési járadéknak az idejét meghosszabbítják. Tehát mondom, ebben biztos, hogy van költségvetési mozgástér, egész egyszerűen ez az Orbáni filozófiába nem fér bele. És hogyan is lehetne megoldani mindezt? Orbánváltással? Igen.
Tehát hogyan is lehetne megoldani mindezt? Kormányváltással. Ez egyik az, hogy addig, amíg ez az egész tart, nem tudjuk meddig tart, egy hónap, két hónap, hat hónap, addig nem menjenek tönkre, mert ugye, ha már tönkre megy egy vállalkozás, újból elindítani az egészet, az ezerszer nehezebb és több évig tart, mint hogyha életbe tartjuk őket. Tehát szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy ezek a vállalkozások, akik egyébként normális, működő vállalkozások, ezek életbe tudjanak maradni. Tehát őket életbe kell tartani, tehát azt el kell érni, hogy a kamatfizetési, hitelfizetési kötelezettségei miatt ne menjenek tönkre, hiszen nincs bevételik. A másik, ami nagyon fontos, hogy a dolgozóikat is fizetni kéne. Ugye, tehát ez is egy elég fontos dolog lenne, mivel nincs bevételük, ezt sem tudják csinálni. Ennek ugye többfajta megoldása van. Az egyik lehetséges megoldás az az, hogy a kormányzat lehetővé teszi, hogy 30, 60, 90, 120 napra rendkívüli fizetés nélküli szabadságra küldjék el a dolgozókat, tehát ez egy lehetőség. Viszont azoknak a dolgozóknak, akit így elküldenek a munkaadóik, annak valamiféle juttatást, speciális munkanélküli járadékot, vagy a korábbi fizetésének az x százalékát a kormányzat fizeti. Tehát, hogy valamilyen módon el kell érni azt, hogy a hiteleket ne fizessék a vállalkozások egy ideig, és a dolgozóik felé se feltétlenül legyen kötelezettségük azoknak a vállalkozásoknak, akiknek eltűnt a bevétele. És hogyha ennek az egésznek vége, akkor nyilván, tehát ez egy időleges, ez tényleg egy ideiglenes intézkedés, teljesen időszakos. Tehát ezt kell elérni, hogy a vállalkozások, tehát ami nagyon fontos, ne menjenek csődbe, főleg kis és középvállalkozások az alatt a pár hónap alatt, azért mert eltűnik gyakorlatilag 100%-ban a bevételük. A Szájer ügybe, tudjátok, az ERESZ csatornán függeszkedés, és ebbe a Kósa ügybe, nem beszélve a Rogánnal kapcsolatos egyéb dolgok, no meg ott van a Szijjártó Péter, vagy a Borkai ügy, amelyekbe, bármelyikbe külön-külön és egyenként is belebukna bármilyen kormány normális országban. Belebukna. Na de ez Monty Pitónia. Na de ez a következmények nélküli ország, Magyarország Monty Pitónia. Monty Pythonia. A következmények nélküli ország. Érdekes hely. Abszurdisztán. Abszurdisztán. A leglényegesebb az egészben mégis az, hogy ez nekünk köszönhetően van így. Mert mi hagyjuk, hogy így legyen. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, a csalással vádolt Csengeri örökösnőtől kapott ajándékokkal kapcsolatban. A fideszes politikus azzal hárította el a kérdéseket, hogy nyilatkozatával nem akarja befolyásolni a bíróság döntését. A Blick kedden írta meg, hogy a birtokába került ajándékozási szerződés szerint a fideszes képviselővel a csengeri örökösnő elhitette, hogy az övé egy nagy francia bank 99%-os részesedése, amiből 24%-ot neki ajándékozna. Emellett egy svájci repülőcég osztalék jövedelmének 5%-át is felajánlotta neki 5 évig. A politikus ezeket elfogadta. Mind az 5 ellenzéki frakcióból felszólalt egy-egy képviselő. Főként a járványkezelés egészségügyi és gazdasági problémáiról beszéltek. A magyar kormány még ennek a válságos időszaknak a kellős közepén is semmi más nem csinál, mint a saját haverjait, a hozzá közel álló gazdasági érdekcsoportoknak oszt támogatásokat, míg a valóban rászoruló gazdasági szereplők pedig nem kapják meg ezt a támogatást. Vagy hogy mennyibe kerültek az országnak a lélegeztetőgépek, illetve mennyit tervez költeni a kormány a kínai és az orosz vakcinára. Több mint 2 millió magyar él a létminimum alatt a GKI Gazdaságkutató ZRT mérése szerint. A magyar lakosság jövedelmeinek koncentrációja az elmúlt 10 évben a gazdasági növekedés ellenére nem változott, hívta fel a figyelmet a GKI. A legalsó tizedbe tartozó háztartások a jövedelmek csupán 3%-át. Az alsó 30%-ba tartozók pedig 14%-át birtokolták. A gazdaságkutató szerint a valóságban még rosszabb a helyzet. Mindez azt jelenti, hogy még a gazdasági növekedés csúcspontján is több mint 2 millió magyar állampolgár a létminimumot jelentő havi 101 000 forint. Az egygyermekes családok esetében pedig fejenként havi 81 000 forint alatti jövedelemmel rendelkezett.